S midőn a legtöbb emberek csüggednek várni jót, családjuk, társaik, s magukért, ha sorsok csalfa volt. Midőn nem méltatott erény, és bűn mely célt nem ér. Kifárad újra küzdeni a vágyott javakért. Jelenleg 21 nemzeti és 64 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges emlékoszlopok, görög szóval sztélék jelölnek. Tavaly óta közülük egyet már Bonyhádon is találhatunk, most ennek tiszteletére avattak sztélét. Úgy gondolom, nagyon nagy lépést tettünk előre a velünk élő közös örökségünk megőrzése érdekében még 2021-ben, amikor Magyarország kormányának támogatásával megújulhatott és felújíthattuk Percelmór honvédtábornok szülőházát és annak környezetét. Magyarország kormánya az elmúlt évben nemzeti emlékhelyé, történelmi emlékhelyé nyilvánította a Percel kúriát, a Történelmi Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára, amire mi ma nagyon büszkék vagyunk, és ezt a neves rangot, ezt az elismerést, egy sztéli hivatot jelezni, amelyet az elmúlt percekben avathattunk fel közösen dr. Móczár Gábor főigazgatóval, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójával, és nagyon sok bonyhádival, akik ma velünk tartottak ezen az ünnepségen. Büszkévé tesz minket, bízom benne, hogy nem csak engem, hanem valamennyi bonyhádit, aki eljön ide a parkba, ezzel a csodálatos környezetbe, és részesévé válik ennek a történelmi emlékhelynek, hiszen az a célunk, hogy még nagyon sokáig, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül várja és fogadja az ide látogatókat, a bonyhádiakat és a messzebbről jövőket egyaránt. Mindösszesen ez idáig 64 ilyen történelmi emlékhely van Magyarországon, ezért is büszkék lehetünk, hogy ebbe a sorba, ebbe a rangos sorba bekerülhetett a Percel kúria is itt Bonyhádon. Bízom abban is, hogy méltók leszünk ennek a címnek a megőrzésére, vigyázunk rá nagyon sokáig, hogy majd sok-sok évtizeddel később az akkori bonyhádiak is ugyanilyen büszkén állhassanak itt, mint ma itt. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója elmondta, további terveik is vannak a Percel kúriával, például, hogy betagozódhat a Nemzeti Emlékpedagógiai Programba. Magyarország kormánya 1999-ben hozta létre a Nemzeti Kegyeleti, majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot, és az ő működésük eredménye az, hogy 2002-től vannak jogszabályban rögzített módon nemzeti és történelmi emlékhelyeink. 21 nemzeti és 64 történelmi emlékhelyünk van, és a történelmi emlékhelyek egyik legfrissebbike a bonyhádi Percel kúria, amely Herman Robert történész javaslatára került a bizottság elé, és Zsemin Zsolt általános miniszterelnök helyettes támogatásával Magyarország kormánya tavaly nyilvánította történelmi emlékhelyé, és ezt az évet, a 48-49-es szabadságharc 175. évfordulóját mi is kiemelt figyelemmel ennek az időszaknak az emlékezetére fordítjuk, és egy hosszú rendezvény sorozatunknak az egyik lezáró állomása most jelenleg a Percel kúria kertjében található emlékhelyet jelölő emlékoszlop, görög szóval sztélé felavatása, amely egy gyönyörű bronztáblán angol és magyar nyelven elmondja az ide látogatóknak, hogy tulajdonképpen erről a helyről mit fontos tudni. És hát innentől kezdve a bonyhádi Percel kúria kiváló lehetőségekkel bír majd, hogy bekapcsolódjon például a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba, amely szeptembertől indul, és amelynek az a célja, hogy ezeket a történelmi helyszíneket intézményes módon összekapcsolja a közneveléssel és a szakképzéssel, és minden 12 és 18 év közötti középiskolás valahol az országban a 85 emlékhely közül körülbelül 50 helyszínen, ahol megfelelő látogatófogadó kapacitás van, aktívan meg is tudja élni a történelmet, kicsit kiszakadva az iskolából. Úgyhogy bízunk benne, hogy a bonyhádi Percel kúria, látva az első időszak nagy lendületét, mert hogy ott voltak és bemutatkoztak az EGRI emlékhely konferenciánkon márciusban, hasonló aktivitással vesznek majd részt ezekben a programokban a következő években. Dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója beszédében a város emlékhelyekben gazdag mi voltát emelte ki, majd szintén büszkeségének adott hangot. Percel kúria tavaly a Magyarország kormányának döntése nyomán a történelmi emlékhelyek sorába került, összesen 73 ilyen emlékhely van Magyarországon, tehát ez egy elég nagy szám, hogy az egyik Bonyhádon van, és minden ilyen történelmi emlékhelyen az ezeket gondozó Nemzeti Örökség Intézet és sztélét állít, ami röviden az ide látogatóknak bemutatja, hogy miért fontos, miért kiemelt a magyarság szempontjából ez az épület, és ma ennek a sztélének az avatására gyűltünk itt össze. Ez az épület amellett, hogy 1780-ban épült és ritka jó állapotban megmaradt, és nemrég fel is lett újítva, Percel Mór honvédtábornoknak a szülőháza volt. És ebből a korszakból ilyen jó állapotban nagyon kevés épület maradt fent, ezért örömteli, hogy most itt állhatunk ennek a szépen felújított épületnek az egyébként szépen felújított udvarán.
A felújított perccel kúria az elkövetkezendő évtizedek alatt bizonyosan teljes pompájában várhatja majd az érdeklődőket.